Hol van a pénz? Hol van a Rados? Most én vagyok Rados. És azt mondta, hogy adjam át az üzeneted, ennyi. Én meg ezt üzenem a Radosnak. Na mi van? Most már nem dumálsz? Deréktől lefelé béna vagyok. Semmit nem érzek. De jó az illatod. Megkérte a kezemet. Hozzámegyek feleségül. Én nem önökre kíváncsi. Nem kell az apám segítségét. Fizesse ki a műtétet. Van tüzete? Te vagy az a Rupasov, aki a börtönből került ide a rehabra? Nem vagy túl régóta rakkod, mi? 3 éve. De 3 év múlva ki fogok szállni a székből. Hogy el te meghívlak egy sörre benneteket? Tudod nektek munkát adni? Mire gondolsz? Hát... Csodálkoztak mi, hogy egy ilyen rokkant faszsal találkoztak, mint te. El kell kapnunk a főnököket. A vizet rendesen menni fog. De ugye senki nem tud rólunk. Ez a természet. Ez így jó. Senki. Madárka, kitaláltam, mit kéne csinálnod majd a téren. Mire fújod ezt a szart magadra? Azért fújom, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor találkozunk csajokkal. Mi ez a finom illat? De azt lehet tudni. Itt soha. Ti nem táncoltok? Nem jöttök? Dehogy. Az egy kicsit több idő. Kik a társaim? Csak akkor fizetlek ki, ha kinyírtad mind a kettőt. Tessék, de lehet, hogy nem csak akkor kell használnod, amikor te akarod. Ebben a szakmában jó, hogy egy kicsit beteg az ember. Most elbúcsúzunk egymástól. Fogd! Próbáljuk ki.